Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap, ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira fekszik, vagyis 2-3 óra járásnyira. Útközben beszélgettek egymás között mindarról, ami történt. Mi beszélgettek és vitatkoztak. Egyszerre maga Jézus közeledett feléjük és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásokban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, miről beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóval és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzátartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan meg is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok megmondták, ők magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Hát képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jelentőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétával megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaérkeztek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok marasztalták és kérték, maradj velük, mert estelenik, és lemenünk bennáramat. Betérte hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret. Áldást mondott, megtörte, és oda gyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és felismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lám volt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyülve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erről ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Az evangéliummal kapcsolatban, amikor hallgatjuk templomban felolvasva, vagy olvassuk a Szentírásban, valószínűleg nem az jut elsőre eszünkbe, meg másodszorra sem, hogy humoros. Márpedig most ezt hallottunk, tisztelettel hallgatjuk az evangéliumot, de most egy humoros evangéliumi történetet hallottunk, amit Jézus tett humorossá az ő humor érzékével. Ráadásul azzal, amit a feltámadás után tanúsított. Mert ez történt, elképzelhetjük ezt az esetet, nem sokkal azután, hogy milyen szörnyű alá kellett halni a Jézusnak, és aztán utána pedig ezek az emberek, az egyiket Kleofásnak hívták, a másikat nem tudjuk, hogy nem tartoztak a 12 apostol közé. Jézusnak ugye távolabbi tanítványai voltak, az apostoloknak ismerősei, barátai. Ugye, fölmentek Jézussal együtt Jeruzsálembe, ünnepi szívvel, és aztán összetörtek a hírek hallatán, hogy mi történt Jézussal. Utána pedig megzavarodtak az Úr újabb hírek hallatán, amit ugye az asszonyok mondtak, meg aztán az apostolok is, hogy az asszonyok üresen találták a sírt, aztán angyalokat láttak, azt mondták, hogy föltámadt, tehát kihisz ugyan mindenféle asszonyi beszédnek, de Péter meg János ott jártak a sírnál, tényleg üresen találták, hogy olyan csalódottak egyrészt, másrészt pedig, hogy olyan zavarodottak,
úgy vannak vele, hogy te, hagyjuk itt ezt az egészet. És elindulnak, és már egy szemük előtt történik az evangélium, az örömhír, mégsem tudnak örülni, mert nem értik, nem fogják fel, mert nem úgy történik, ahogyan ők szerették volna, ahogyan ők ezt elképzelték, ahogy ők ezt várták. Ugye ezért ugye a fejüket mógatva, ugye a mai szóval a depresszív állapotban ballagnak. És útközben beszélgetnek, és vitatkoznak. Ugye ez a legtöbb, amire tudnak jutni, hogy próbálják a dolgok értelmét kifürkészni, és ugye egymással vitatkoznak. Idegesek és szomorúak. És akkor egyszer csak, ugye maga Jézus szegődik melléjük, és itt jön a humorérzék, ugye nem lepezi le magát. Miről beszélgettetek? Észre sem veszik, hogy ő az. Nem ismerik fel. Ugye nem mindig ismerték fel, ugye maga Mária Magdolna, hogy amikor találkozott először Jézusra, azt hitte, hogy a kertész, nem ismerte fel. Jézus nem volt nézett ki ugyanúgy a feltámadás után, de volt egy valamilyen, amivel, mint a személyi igazolvány, Jézus mindig igazolta magát, hogy ő az, mi volt az. Hát a kezén, az oldalán a sebek. Rögtön ezt mutatja meg, amikor megjelenik a tanítványoknak a bezárt teremben. Nézd, itt vannak. Ezt mutatja Tamásnak is, hogy nézd meg a sebeimet. Vagy a kezeddel tapítsd meg, hogyha akarod. Itt vannak. Ugye, ez a jel, de Jézus ezeket most nem mutatja meg, és nem veszik észre. És miről beszélgettetek? Te vagy az egyetlen, aki nem tudod. Jézus úgy tesz, mintha nem tud. Na, mi történt? És erre elkezdik, hogy a magának Jézusnak elmagyarázni, hogy mi történt Jézussal. Ugye, és hát, Jézus türelmesen végighallgatja, és utána mivel folytatja? Elkezdte kifejteni, megmagyarázni, de hát nem olyan szép szavakkal kezdi, hanem azzal, hogy úti oktalmak, úti ostobák. Először egy kedvesen lehagyja őket. Hát nem értitek. Elképzelhetjük azt is, hogy mint hogyha Jézus így a kezét a fejéhez tenni, ezek még mindig nem értik. Korábban is Jézus nem nagyon szitta az apostolokat, pedig lehet volna miért megszívni őket, de nem szitta őket másért, csak annyit mondott, hogy ti kicsinyítőek. Miért nem hittetek? Tudta az emberről, hogy milyen. De a lassú fölfogás, az, hogy nem tudják őt követni, vagy abban, hogy a hitük, a szívük megnyíljon, abban egy néha nehezményezte őket. Másban nem. Ó, ti ostobák, ti lassú értelműek és későrelmes szívűek. És akkor szépen elkezdi nekik, türelmesen, nyugodtan megmagyarázni Szentírást. Az Ószövetségi Szentírás magyarázza Jézus, mert azt ismerték, és elmondja, hogy Mózestől kezdve a prófétákon át, hiszen mindegyik proféta azt jövendőlte meg pontosan, hogy most történt Jeruzsálemben, amit tölti össze az a maradtatok, és amit ti azt hiszitek, hogy semmi értelme, hát az volt a Szentírásnak az értelme mindennek. A messiásnak ennek kellett történnie. Hallgatják, hogy először talán kételkednek, elkezdve gondolkodni, hogy ennek van értelme, amit ez az ember mond, de jól ismeri az írásokat. De jól tudja, hogy mi történt, pedig ott csak ott. És ugye, aztán a végén azt veszik észre, hogy már nem hallgatják a fejüket, hanem fölemelt fejjel, és mosolyogva és sugárzó arccal mennek, és néznek egymásra, néznek rá, hogy honnan jött ez az ember, honnan tudja. És egy valóban, és lángoló szívvel érkeznek meg, ahogy oda, ahova tartottak. Minden átváltozik. És aztán ugye Jézus már megint tetteti magát, úgy tesz, mint el akarna menni, ne menj el, gyere be, maradj itt velük. Hát jó. És amikor Jézus ugye ott van velük, akkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta. Ugye fölismerik a szavakat, és ők is fölismerik a tettet, hogy kicsoda is ez. Hát ez maga Jézus. Ugye talán a kenyérszaporításnál is ott voltak a csodában, ők is részesültek, és ugye, akkor megnyílik a szemük, miután az értelmük és a szívük megnyílt. De akkor már többet nem látják, mert nincs szükség arra, hogy ezen túl lássák, mert már Jézus nem odakint van, hanem Jézus már ide bent van. És annyira oda bent van, hogy már nem tudnak ott sem maradni, nem lángolt a szívünk, amikor megjelent, és magukba sem tudják tartani az örömhírt, és futnak vissza, rohannak, hogy elvigyék a hírt a többieknek, hogy ti sem olvassátok az orrotokat, mert összeállt a kép. És valóban csoda történt, és valóban feltámadt, de nem tudják, mert újdonságként mondani a
föladta a adást, mert őket is ezzel a hírrel fogadják, amikor bezörgetnek az utolsó vacsora termében, ott vannak az apostolok, és ők is már előre megelőzik őket a hírrel, hogy tényleg föltámadt az Úr is megjelent Péternek. És akkor egymás szavára várva és egymást hallgatva elmondja mindenki a saját történetét, hogy Jézussal ott találkoztam. És így az összetörtség, meg a lehangoltság átváltozik, hogy örömteli módon megosztják egymással, hogy te találkoztam Jézussal, én is. Ez valóban evangélium, valóban örömhír, és így terjed az örömhír azok között, akik Jézus keresik. És így meg is találják egymás közt, mert közöttük megjelenik az Úr. De ugye, mikor ismerjük fel Jézust? A kenyértörésben. Jézus a kenyérben van jelen, és egyértelmű itt a kapcsolat a Szent Misével és a Szent Áldozással. Tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor egyelőre, hogy még mindig távol kell lennünk a hírek nagy részének a Szent Áldozástól, a Szent Misétől. De Jézustól nem. Tehát Jézustól nem vagyunk továbbra sem emiatt elválasztva. Sőt, hogy éppen megerősített abban, hogy másképpen legyünk együtt az Úrral, és azt, amit a mögülünk fosztva, azt jobban tudjuk értékelni. A imádságunkban, mi atyánkban, ugye az Úrtól kaptunk, hogy ott van ez a kérés, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És hát ennek többféle értelme van. Az egyik értelme az a megélhetés, ugye a megélhetésünk az, ami szükséges anyagunk, de van egy olyan hagyományos értelmezése is, hogy add meg nekünk az oltári szentséget, hogy járulhassunk még hozzá. Amire lehet, hogy nem annyira figyeltünk oda, hogy egy ilyen kérés is van, miért kéne azt kérni, hiszen mindig ott van a Szent Mise, sok ember nem is megy el, amikor elmehetne, tehát hogy annyira nem hiányzik nagyon sok embernek, akik meg jártak Szent Misére, hát természetes volt, hogy mehetünk, sokan úgy vannak vele, hogy elmennek, de alig áldoznak egy évre egyszer-kétszer valamiért, pedig lehetne többször is, tehát lehet, hogy úgy van vele még sok buzgó vallásos ember, és hogy annyira nem hiányzott az. Mert ott van mindig. És akkor most megtapasztaltuk azt, hogy nincs ott. És lehet, hogy azért felébred jobban ugye bennünk, hogy hiányzik most már. Ugye jó lenne, hogyha megadnátunk a mindennapi kenyerünket, de lehetne megint már Szent Misére, Szent Áldozáshoz járulni. Most jött a hírekben, hogy az eukarisztikus kongresszust is elhalasztják a következő évre. Lehet, hogy jobban fel tudunk akkor készülni. Lehet, hogy ez a mostani időszak is egy olyan értelme lehet, hogy akár miért is történt, hogy jobban tudjuk értékelni, miután meg voltunk fosztva az oltári szentségtől, hogy milyen nagy ajándék, hogy van még nekünk. Maradj velünk, Urunk, hogy mert nélküled voltunk, hogy végre visszatértél hozzánk, végre áldozhatunk majd, amikor eljön annak az idő. Szóval ott van benne ez a kérdés is. És van egy olyan értelme is mindennapi kenyerünknek, ad meg nekünk, ami hát szintén Jézus szavai szerint ezt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Istentől származik. Tehát a szellemi kenyér, a szellemi táplálék, ami szintén a léleknek a tápláléka, és mielőtt Jézus megtörni a kenyeret, ezt a táplálékot, a szellemi táplálékot adja a tanítványainak, amikor magyarázza az írását, kifejti az értelmét. És a Szent Misé is így épül fel, először van az ige rész, a tanító rész, ami ugye most is történik, az ige hirdetés és magyarázat, és utána az áldozati rész, amiben ugye a kenyértörés, ugye Krisztus áldozata megjelenik az oltáron, és aztán a Szent Áldozásban részesülünk benne. Tehát ez a kétféle módja van a kenyérnek, ahogy táplál bennünket az Úr. A szellemileg, meg aztán ugye az anyagi a kenyérrel is, a Szent Áldozásban. A mostani válság időszaknak az elején ugye, emlékeztetünk, hogy sokan kétségbe estek, hogy nem lesz kenyér. És ugye, mentek a boltba, és kiürültek a polcok egy-kettő alatt, és valóban nem lehetett kapni kenyeret, miután kifosztották. Tehát az emberek maguk idézték elő a kenyér hiányt, a kenyér hiánytól való félelmükkel, és kiderül, nem kell félni tőle, tehát tovább is van kenyér. Tehát a PK-t azt tovább is megkaphatjuk. Viszont
megélhetésnek miatti aggodalom, az valószínű, hogy egyre inkább csak fokozódni fog a következő hetekben. Tehát, hogy ez a helyzet egyre tovább tart, egyre inkább dolgoztuk, hogy miből fogunk megélni, miből fog a család megélni, hogy lesz tovább, amikor ugye nincsenek bevétele, munka, és így tovább. És lehet, hogy mégis ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat, mint ezek a Jeruzsálemből kifelé tartó tanítványok, hogy lopatják az orrukat, és vitatkoznak egymás között, és nem értik, nem így terveztük, nem így szerettük volna, pedig mi azt hittük, hogy úgy lesz, és nem úgy lett. Az eső se esik már mióta, az is majd csak válságot okoz. Tart ez, nincsen munka, nem lesz pénz, és így tovább, és nem látunk ki, mondjaik most egyre inkább lehet, hogy csak bele szűkülünk ebben. És egymást is csak ebben erősítjük. És ebben a helyzetben is megjelenhet Jézus, mint ahogy a tanítványoknak megjelent. És lehet, hogy úgy jelenik meg az Úr, lehet, hogy már velünk is van, lehet, hogy már köztünk van, csak nem veszük észre. Ugye ők sem vették észre. És Jézusnak vegyük észre, hogy vannak finom módszerei. Nem betör az életünkbe, és nem kalapáccsal ver bennünket, hanem csak társul hozzánk. Az Úr az életünknek a társa. Ember jött, testé lett, egy lett velünk a szenvedésben is, a hiányban, a nélkülözésben is egy lett velünk, és lehet, hogy ott van a gondjainkban is, bajainkban. Csak hogyha lefelé nézel, akkor nem látod őt. Nézd fel. Emelked föl, ahogy a Szentmisében mondjuk, emeljük föl szívünket, feleváltuk az Úrhoz. Mi is emeljük föl, hát mondani akar nekünk valamit. És ugye Jézus ott mondott valamit, ó, hát nem értitek? És megmagyarázza az írásokat, hogy ennek így kellett lennie. Hogy ami az életemben történik, az nem értelmetlen, hanem össze lehet kapcsolni Jézus életével, össze lehet kapcsolni a Szentírással, és az mit kapcsolódik a te életeddel és a te gondoddal, a te nehézségeddel, te megoldhatatlannak tűnő gondoddal, amiből nem látod a kiutat. De hiszen mikor lenne engedtél volna máskor lehetőséget az Istennek, mint amikor te már nem tudod tovább az életedet irányítani. Tehát a válsághelyzet az éppen annak a lehetőségét adja meg neki, hogy végre föltegyük a kezünket. Én ezt nem tudom tovább megoldani. Mert amíg ugye jól ment volt a helyzet, addig mindent akartunk irányítani. És lehet, hogy a válságra van szükségünk ahhoz, hogy végre átadjuk már az irányítást az Úrnak, vagy a Szentléleknek. Ugye a Pünkösd is közeledik, amikor a Szentlélek kiárad, de nem értjük meg a Szentléleket addig, amíg nem adjuk át a kormányt a Szentléleknek. Most már nem én irányítom, most már te irányítasz. Ahhoz viszont ugye el kell megvenni mindent. Meg kell fosztatni mindentől. És éppen ezért ez a mostani helyzet az arra is lehetőséget ad, hogy egészen a Szentlélek vezetése alá kerüljünk. Csak hogy ez mivel mit fog járni, hogy mire fogunk ráébredni, az nem mi döntjük el, ezt nem mi határozzuk el. Az az Úr titka. Engedjük, hogy fölnyissa rá a szemünket, értelmünket, a szívünket. Ezek a tanítványok bár lehangoltak voltak, de mégis ott volt bennük az, hogy szerették Jézust, és keresték az igazságot, várakoztak utána, és akartak valami tisztelt, valami jobban, csak nem találták meg. Hogy mi is ne elégedjünk meg azzal, hogy másokat hibáztassunk, hogy akár sorsot, akár Istent, hogy hibáztassunk, hogy miért így alakult, hogy csak a sötétet, a hiányt, a nincset lássuk, hanem adjuk meg a lehetőséget annak, hogy lehet azon túl is értelme, célja a dolgoknak, amit mi látunk, amit mi fölfogunk, vagy amit mi szeretnénk. És akkor adunk teret az Úrnak, hogy ő társul szövődjön hozzánk, megnyissa a szívünket, az értelmünket, és esetleg a végén lángoljon a szívünk. És hogy aztán menjünk, és elvegyük mi is az örömhírt azoknak, akiknek szükségük van rá. Hogy amikor ismét lehet majd egymással találkozni, akkor mi az örömhírnek a vivői legyünk, ne pedig a válsághelyzetnek a folytatói. Nem változott semmi Jeruzsálemben és a környékén, de a tanítványokban belül minden megváltozott. És lehet, hogy a világ folyása is nem áll meg, az események egymást követik, és az okoknak lesznek a okozatai és következményei, folytatásai, gazdaságban, társadalmi,
és így tovább, de ez nem jelenti azt, hogy bennünk ne változhatna meg minden, hogy mi nem alakulhatnánk át belsőnek egészen mássá. Ahogy a kenyér kisül, ahogy a virágok kinyílnak, ahogy az Úr megváltoztatja az ő tanítványainak szívét. Csak legyen meg bennünk ez az őszinte tiszta vágy, amit a tanítványok mondtak az Úrnak, maradj velünk, Urunk, mert testvérünk. Maradj velünk, ne hagyj el bennünket, Úr Jézus, taníts bennünket, hogy jó és alkalmas tanítványai lehessünk, és eszközei a Szent Léleknek. Amen.